Köszönöm szépen. Én is szeretném megerősíteni Engel tanárú szavait. Valóban egyrészt örömmel hallottam, hogy ez egy visszajelzés nekünk is, hogy valaki nézegeti az oldalunkat, valaki ezt elolvassa és nem csak átfutja és kritikát fogalmaz meg. Akkor hadd kezdjem azzal, hogy ennek valóban szeretnénk teret biztosítani, és megmutatom az oldalunkon az erre szolgáló fórumot, amit őszintén be kell valljak, hogy még nem igazán indult meg. Szerintem a levelező lista, amit üzemeltet egyesültünk, nem alkalmas arra, hogy ilyen kérdést ott vitassunk meg, hiszen nem mindenkit ez a része érdekel, és csak kéretlen levelekkel terhelnénk egymást, ezért létrehoztunk egy fórumot, ahol jó lenne az ilyen vitákat megvitatni, és akkor itt tényleg mindenki észrevételét várjuk és fogadjuk. Ezen az oldalon tudnak regisztrálni a tagjaink, majd egy ellenőrzés után mi aktiváljuk ezeket a felhasználókat, és szerintem ez egy méltó helye lenne az ilyen vitáknak. Tehát több szem többet lát alapon, mindenki kicsit máshogy áll ez a kérdéshez, ezért érdemes lenne itt ütköztetni, és végül egy olyan ajánlást megfogalmazni, hogy a megrendelőket korrekten tájékoztassuk, és hogy ne vesszenek el mondjuk a számháborúban, és úgy tudjam üzleti döntéséget hozni, hogy végül a jobb minőségű és kedvezőbb áru szolgáltatót tudják választani. Pont a pontosságról és az elérhető és a valós pontosságról szól az előadás. Nagyon fontos kiemelni, hogy ezek is vitaindító gondolatok. Itt úgy látom, a teremben ülnek nálam avatottabb szakemberek is a pontosság, megbízhatóság kérdésében. Bár ezt én adom elő, de ez nem csak az én munkám. Talán az egyesületünkből ennek én voltam a projektvezetője, szóval ilyen nagyképűen fogalmazni. Én próbáltam összefogni azt, hogy ki mire jutott, ki milyen információ jutott hozzá, és most ezt szeretnénk bemutatni. Nagyon szívesen fogadnánk kérdéseket, és szintén ezeket a hozzászólásokat, meglátásokat, ha itt mondjuk egy tévedés jelenne meg, ne adj Isten, akkor azt nagyon szívesen kiküszöbölnénk, és már azt tennénk közzé jövőben a honlapunkon. Tehát az elérhető és az elérhető pontosság vizsgálata nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy ha az egyesületünk valóban képes lesz arra a jövőben, ezt szeretnénk elérni, hogy tényleg cégektől függetlenül a szakmaiságra alapozva egy egységes ajánlást tudnánk bevezetni, meghonosítani a hazai szakmagyakorló körében, akkor elérhetnénk azt, hogy mindenki ugyanúgy vizsgálja meg az által előállított téradatok pontosságát. És azt is láthatjuk, ahogy az előző előadásokban már elhangzott, nem csak földmérők vesznek ebben részt, nem csak a hagyományos értelmet fotogramméterek. Láthattunk itt ilyen előadásokat, ahol a szakma neves és nagymúltú képviselői, de láthattunk olyan előadást, ahol fiatalok, nem is földmérőként, geográfusként, vagy még messzebbről, akár biológusként csöppentek ebbe a távérzékelés dologba, már lehetőségük van ezekkel a szoftverekkel beilleszkedni ebbe a szakmai körbe, ezért arra is figyeljünk kell, hogy mindenki számára érthető, és még a megrendelő számára is érthető, áttekinthető követelményeket támaszunk itt a pontosságról. És még egyszer itt a vitaindító célt kiemelném. De fontos tudnunk, ez élesség, és a pontosság nem ugyanaz. Ha a vonalzós példát veszük, akkor ha milliméterre adunk meg egy mért távolságot, abba a csapdába esetünk, hogy úgy gondoljuk, ez ilyen pontos is. Ez nem feltétlenül van így, sőt. Az eredmények közlésekről nagyon fontos, hogy a megfelelő élességet használjuk, hogy ne tévesszünk meg naív, mondjuk megrendelőket például. A hagyományos módon meg a tudományi kutatásokhoz nagyon fontos, hogy a hibákat különböző féleképp csoportosítjuk. Gyakorlati szempontból nem biztos, hogy ezeket így a kivetített módon külön kell szedni. Mi azt szeretnénk, hogyha a végtermék értékelése egy olyan eljárással történne, ahol ezeket utólagosan meg tudjuk határozni, és nincs arra szükségünk, hogy megkeressük a hibát. Persze, hogyha még fejlesztjük az eljárásunkat, akkor ez egy megkerülhetetlen dolog. Tehát nem abban az esetben irányadó az, amit most bemutatok. Tehát jelenleg ugye átalakulás figyelhető meg a szakmában, és az előbb ezt a gondolatot nem fejeztem be, ugye nagyon sok szereplő megjelent, és itt visszautalnék a Varga Zoli gondolatára, és a főnököket buzdítám, hogy próbáljuk ki ezeket, mindenki kezdjen ezzel foglalkozni, mert ha később a földmérők kiszorulnak, nehogy Isten, a távérzékelésből, akkor úgymond magukra vethetnek egy kicsit. A hagyományos módszerekre előírt szabályzatok nem biztos, hogy mindig betarthatóak mondjuk egy ilyen fantommal készült GoPro-s kamerás képeken, nem ismerik a belső adatait, nem tekintetjük ezeket mérőkamerának,
De már azt látjuk, hogy amatőr kamerákkal is jó eredményre lehet jutni, és ezért ezeket a szabályokat is újra kell gondoljuk. Ilyen például a pixel hibában megadott pontosság már, ez biztosan nem lesz jó a jövőben. Amikor arról beszéltünk, hogy mondjuk 30-40 cm-es pixel méretről, akkor ez egy összevethető adat volt, viszont amikor bemegyünk már az ilyen pár centis, 5 centis pixel méretekhez, akkor ez a hiba nagyon nagy számként jelenik, meg 3-4-szeres pixel hibát kell ráírni a végtermékre, és mondjuk egy nem annyira tájékozott megrendelőnek ez zavaró lehet, hogy hú, hát 3-szoros pixel hiba, de kiszámoljuk, akkor egy 5 vagy 3 cm-es felbontású ortofotónál ez úgy centiméterben kifejezve már nem is olyan nagy, mint korábban egy 40 centis pixel felbontású fotónál az egyszeres pixel hiba is több. Tehát ezt talán lehet, hogy ezt elhagyhatjuk a jövőben. És az öt összevethetőség a cél, hogy ugyanúgy csináljuk, és akkor a következő diákban ezt mutatnám be, hogy mi más szabványok alapján megfogalmaztunk egyet, és akkor ezt bemutatom, és erre majd várnánk is az észrevételeket, esetlegesen kifogásokat. Tudni kell, hogy a tagok ötletei alapján egy amerikai szabványt is találtunk, ami szerencsére hozzáférhető volt teljes mértékben, hogy ezt megismerhettük részletesen, valamint a különböző egyetemek oktatóktól is kikértük a véleményét, ők is véleményezhették már, amit most itt bemutatok. De ez sem jelenti azt, hogy ez kőbe lenne vésve, tehát ezen is módosíthatunk a jövőben. Az nagyon fontos, ahogy elhangzott a fototérképes előadásban is, hogy független mérésből kell ellenőrizni, tehát azt láttuk, hogy a programok hajlamosak csalni. Az, amit egyszer megadtunk neki egy Agisoftnak vagy ehhez hasonszerű programoknak, hiába mondjuk, ha ki is kapcsolom a felhasználói felületen, az bizony az érzésünk, hogy az ott marad és a program kalkulál vele. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az ellenőrzést később végezzük el egy másik programban, és olyan élesztőpontokat is használjunk fel, amivel például az Agisoft vagy a másik feldolgozó szoftver egyáltalán nem találkozhatott. Ezt is talán még ki kell dolgozni, pontosan mennyit és hogyan vegyük fel az ellenőrző pontokat az illesztőponton kívül. Egy eltes raster-szerű, szinte véletlenszerű elrendezést javaslunk, a terep sajátosságot figyelembe véve természetesen. Az ellenőrző mérés pontosságát mindesetre figyelembe kell venni, tehát ha RTK GPS-szel történik ezek a ponton a bemérése, akkor is szintén nem beszéltünk mondjuk milliméter élességgel megadott koordinátákról. És így a hibák eredélyét határozhatjuk meg, tehát az előző diákon felvillantott háromféle felé bontott hibákat itt összesen összegyúrva fogjuk így látni. Az ellenőrző pontok vizsgálatánál a síkrajzi eltérés, magassági eltérést, és mindezeknek az elgár nélkül, ezt elgár nélkül kell figyelni, hiszen kihozhatnánk egymást, és az megint csak egy ideálisan jó eredményt juttatna. Én például meglepődéssel láttam, hogy a Debrecen Egyetem előadásában ott kisebb volt a horizontális maradék hiba, mint a magassági. Szerintem az eljárások talán magasságilag gyengébbek, de lehet, hogy ebben az esetben ez valóban így adott. Nem tudom, hogy hogyan számítottátok azért az értéket, vagy elhittétek, hogy az Agisoft-ét, ezt nem tudom. A minimális közlendő adatot is összefoglaltuk, ez a honlapban egyébként ott is részletezve van, hogy szerintünk mi az, amit mindenképp publikálni kellene egy ilyen végterméknek a minőségével kapcsolatban. És itt így a képletek is itt fel vannak kicsit villantva, hát szerintem ezzel most nem húznám az időt, hogy részletesen átszámoljuk ezt mindenki szép majd, ha érdekli, akkor mérjen el benne és nézze át, hogy jól számolunk-e. És itt a forrást is megjelöltem, hogy alapvetően erre az ajánlásra támaszkodtunk. És ehhez már elkészítettünk egy ilyen könnyen szerkeszthető, mindenki számára elérhető egyszerű Excel táblát. A honlapról le is lehet tölteni, ez a régi Calcor Excel díszítettük, tehát ja, és a mennyire pontos fül alatt érhető el. Röviden ezt be is mutatnám, hogy néz ki három fülön, van egy ilyen rövid tájékoztató a használatáról. Itt a segítséget tartalmaz a kitöltéséhez. Később szeretnénk, ha ezt egy ilyen egyszerű kis programban mondjuk a GitHub-on elkészíteni és közzétenni, majd ez már véglegesnek lesz mondható.
kétféleképpen lehet megadni az eltéréseket. Egyrészt, hogyha a felhasználó ismer olyan programot, ahol koordinátákat tud abból kinyerni, akkor koordináta párokkal ezen a két táblaton meg lehet adni az ellenőrző pontot, és a mért értéket, az a már a végtermékről, még az ortofotóról levett végtermék koordinátáit. Ha mondjuk a felhasználó nem így szeretné, hanem mondjuk csak megjelenni tudja az adatokat, és egy vonalzóval méregetni rajta, akkor elegendő a távolságokat megadni, azt itt lehet látni. Ugyanazok a képletekkel dolgozik az Excel, tehát az eredmény az tökéletesen ugyanaz lesz. És akkor itt látszik, hogy az előző fülön beírt adatok alapján kiszámolják ezek a képletek. A képletek is természetesen hozzáférték az Excelben. Nem tudom, hogy jelszó a védetén fel van töltve, de a jelszót tartalmazza az olvasó rész, tehát ez nem a titkosítás, inkább a véletlenszerű szerkesztéseket szeretnénk ezzel elkerülni. Tehát ez lenne a mi pontossági ajánlásunknak és az eszenciája. És akkor, hogyha az utolsó előadás volt, akkor ezzel kapcsolatban nagyon szívesen várjuk az észrevételt, kérdéseket. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, nagyon fontos dolgokat feszegetett ez az előadás is. Tényleg akár ezzel kapcsolatban is úgy is mondhatom, hogy várjuk az építő jellegű javaslatokat, észrevételeket. Én is alapító tagja vagyok ennek a kis egyesületnek, tehát egy kicsit sajátomnak is érzem. A pontosság az egy nagyon fontos dolog. Ezzel kapcsolatban én azt szeretném mondani, mert sokszor hangoztattam otthon, órákon, előadásokon is, hogy nem mindig kell a pontosság bűvületében élni. Nekünk igazából, hogy milyen pontos legyen, amit előállítunk, nem mi mondjuk meg, hanem mi, a megrendelő mondja meg, hogy milyen pontossággal várja az adatokat. Nekünk azzal kell tisztában lennünk, hogy az az eszköz, az a rendszer, amivel mi dolgozunk, az milyen pontossággal képes, és a kettőt kell összehasonlítani. Ha tudjuk azt a pontosságot, amit a megrendelő megkíván, akkor elvállaljuk a munkát. Ha nem, akkor szélhámoskodunk egy kicsit, én így gondolom. Tegnap valakivel beszélgettem, és akkor is mondtam ezt a mondatot. Van egy szinte ilyen mottóként is felfogható dolog, mondat, hogy nem olyan pontosan mérünk, ahogy tudunk, hanem ahogy kell. Ez oda-vissza érvényes. Ezen el lehet gondolkodni. Egy német geodéziai mondás, ez egyébként a geodéziára vonatkozik. Akkor nagyon szépen és nagyon jól gazdálkodtunk az idővel, tehát tudtuk tartani az időt és nem csúsztunk. 11 órakor folytatnánk a szekciót.